Köztudott, hogy a pluszese ideálisnak egyáltalán nem nevezhető feltételek mellett végzi immár nagyon hosszú évek óta az edzés munkát, és kész csoda, hogy egyáltalán még működik az egyesület. A Covid miatt ráadásul úszóversenyeket sem nagyon szerveztek sehol az elmúlt időszakban. Így Keserű Attila tanítványai gyakorlatilag elvárások nélkül indulhattak az idei szezon első erőpróbáján a megyei diákolimpián. Covid miatt nem sikerült a versenyekre való elutazás, igazándiból nem is voltak versenyek, és tulajdonképpen most szeptembertől fogalmazzunk úgy, hogy igazándiból erre a diákolimpiai megyei döntőre tudtunk készülni, vagy gondoltuk úgy, hogy tudunk készülni, hiszen a Covid miatt valószínűleg tartottuk, hogy lesznek versenyek. És akkor szeptembertől kezdve itthon edzegettünk, mert az edzegetés az azért hangsúlyoznám ki, mert az úszómedencénket azt nyilván bezárták. Ahogy jött a hidegebb időszak, nem bírták már fűteni, és akkor bezárták az úszómedencét, és onnantól kezdve kiszorultunk ide a kis zsibongó medencébe. Szabad levegőn ugyanaz nagyon jó, viszont a vízmélység az olyan 80 cm, vízhőfok az elfogadható volt, mert 29-30 fokban, fokos vízben azért lehet úszni, abban nem szabad fázni, főleg ha mozgunk, de azért vagyok őszintén, nem igazán ideálisak a felkészülési körülmények itt nálunk. Na és akkor erre a megyei úszó döntőre készültünk, ez januárban került megrendezésre. A verseny előtt tulajdonképpen át tudtunk menni Karcagra igazi úszómedencében is, tudtunk mozogni vagy 3-4 alkalmat, és akkor eljutottunk a Hajdú-Bihar megyei döntőbe. Ott nagyon-nagyon szép eredményeket értek el a gyerekek. Ha meg az edzés körülményeket nézzük, akkor is azt tudom mondani, hogy akkor meg full szuper eredmények voltak. Olyannyira, hogy végül 3 arany, 6 ezüst és 6 bronzérmet szereztek városunk diákjai. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a pluszese versenyzői mellett a Sáréti eséből is volt éremszerző, de a többség Keserű Attila tanítványai közül került ki. Igazániból ilyen viszonyítási alapom nem nagyon volt, az ellenfeleket nem láttam, nem hallottam, nem volt versenyjegyzőkönyvről róluk semmi. Hát a saját mi gyermekeinknek tudtuk a edzéseken elért idejüket, és én mindig úgy küldöm, ott is úgy küldtem őket medencébe, hogy az eddigi legjobb adat, azt próbáld megjavítani. Aztán majd az eredmény, amihez elég lesz ez az idő, az majd látjuk, elfogadjuk a dolgot, hogyha tudsz javítani. No, ennek megfelelően szerencsére nagyon-nagyon sikeresek voltak a gyerekek, mert tulajdonképpen 3 megyei bajnoki címet tudtak szerezni, emellett sok ezüstérmünk lett, bronzérmünk, meg én azt mondom, hogy egy Hajdú-Bihar megyei versenyen azért egy ilyen 5.-6. hely is egy egész szép eredmény. Mivel diákolimpiáról van szó, ez nyilván az iskolai történetet érintette a legjobban, és a püspökladányi általiskolákból minden iskolából jár gyermek hozzánk edzésekre, és ezért is mondom, hogy nagyon szép az eredmény, amit elértünk. Most kiemelném igazándiból a megyei bajnoki címeket, mert Deli Norina például a Petritelepi általiskolából szerezte meg a megyei bajnoki címet, Tomka Ézel Kálvin téri iskolából szerezett megyei bajnoki címet, és a 4x50-es lánygyorsváltónk, az pedig az Erős Lajos református iskolából kvalifikálta magát a országos döntőbe. Erre az országos döntőre pedig március 20-án Debrecenben került sor. Ezen gyakorlatilag minden versenyszámban a 19 megyei bajnok, valamint a főváros bajnokai, azaz igencsak népes mezőny állt rajtkőre. Az országos döntőre egész Magyarország, az összes megyéjéből a megyei bajnokok érkeztek meg, illetve Pestről mindig több versenyző kvalifikálta magát erre a megmérettetésre. Ez azt jelenti, hogy volt olyan versenyszám, ahol 22-19 fő vagy versenyző volt, ami nevezett. És ennek fényében én úgy gondolom, hogy ez a mi kis delegációnk által elért eredmény, a 10. hely, a 12. és a 14. hely, ez nagyon-nagyon szép. És amit még igazán kiemelnék, az, hogy az egyéni idejüket, amivel bejutottak ebbe a döntőbe tulajdonképpen, azt minden versenyző, illetve minden versenyszámban, ahol indultunk, azt meg tudtuk javítani. Tehát ez, ami nagyon szép eredmény, én úgy gondolom.
Az említett tizedik helyet egyébként az erős iskola 4x50 méteres leánygyorsváltója érte el, név szerint Farkas Kincső, Kis Zorka, Tőke Zsófia és Szitai Sára. 12. lett Deli Norina 100 méter mellen, míg Tomka Ézer 100 méter háton 14-ként ért a célba. Az elkövetkező az időszakban úgy néz ki, hogy tudunk készülni egy szintén diákolimpiai történethez is, a református iskolák országos úszóversenyére, ez mezőtúron lesz. Aztán lehetőséget látok abban, hogy hozzánk hasonló kisebb egyesületekkel már felvető a kapcsolatot, megvan a kapcsolat, és közös kis úszóversenyeket tudnánk majd rendezni. A vízilabdáról pedig egyelőre azt tudom mondani, hogy csináljuk, az edzések azok működnek, mert az egyébként az edzés végén nagyon jó csalogató dolog, hogy akkor már elfáradtam, még akkor tudok egy jót játszani, és még jobban elfáradok, hozzáteszem, de tanulom a szakmát, tanulom a vízilabdát, viszont a vízilabdával nem tudunk indulni bajnokságban mindaddig, míg megfelelő minőségű vízünk nem lesz, tehát nincsen igazi feletuszadánk. Elgondolkodtunk már sokszor azon, hogy mi lenne, hogyha nem ilyen körülmények között edzenének a gyerekek. Nyilván abban az esetben már, ha lenne normális úszómedencénk télen-nyáron, akkor már tudnánk belepakolni szárazföldi edzéseket, egyel több edzést akár belepakolgatni. Én úgy gondolom, hogy ennél még magasabb szintű eredményeket tudnánk elérni.